első díjazottunk. Filozófus, politológus, egyetemi tanár. Tanít a Corvinus Egyetem politika-tudományi intézetében, de vendégelőadóként külföldön is több alkalommal bemutatkozott. Tartott már előadásokat Ausztriától Indiáig, a világ több pontján is. Dolgozott a Magyar Tudományos Akadémia filozófiai intézetében, ezt követően a Külügyi Intézet igazgatóhelyettese, majd megbízott igazgatója volt. Pályafutása során a Közgazdaságtudományi Egyetem politikatudományi előadójaként, egyetemi tanáraként és tanszékvezetőjeként is tevékenykedett. Több mint 20 filozófiai, politikatudományi és társadalomelméleti könyvet írt, emellett számos tudományos ismeretterjesztő kötetet is jegyez. A hazai közélet jelentős publicistája, számos cikke jelent már meg többek között a 168 órában és a Népszavában is. Értékteremtő és értékközvetítő munkásságáért közéleti díjas 2016-ban dr. Ág Attila. Amennyiben szeretne szólni a kedves vendégekhez, a pulpituson álló mikrofontól kérjük szépen. Tisztelt barátnőim és barátaim, ezt most tanultam az Itától. Tisztelt hallgatóság, jelentem, én készültem, és nagyon rövid leszek, ezért, hogy leküzdjem a szakmai hátrányaimat, tudik, professzorok szeretnek nagyon hosszan beszélni és mindent megmagyarázni. Ezért most kivételesen néhány rövid mondatot szeretnék felolvasni. Amikor köszönettel átveszem ezt a díjat, az a kínai átok jut eszembe, hogy éli érdekes életet. Nos, rajtunk ez az átok igazán beteljesedett, nagyon is érdekes és túlságosan mozgalmas életet élünk, el tudnánk képzelni nagyobb nyugalmat és kevésbé zaklatott közéletet is. Valljuk be azonban őszintén, a közéletben, a politika és a társadalom közötti terepen a baloldal a 2010-es években visszaszorult, és most vissza kell szereznünk ezt a terepet. A szabadságok megmaradt kis köreit egy nagy köré kell egyesítenünk, magam is erre törekszem. Az idei év fejleményei és a március 15-i tüntetés várakozásai révén igen optimista vagyok. Úgy látom, és azt remélem, hogy tavaszodik. Megköszönöm az MSZP nőtagozatának, hogy rám gondoltak a közéleti díj kapcsán. Valóban, közel 3 évtizede próbálom a közéleti tevékenységemmel idehaza és nemzetközileg a baloldalt segíteni. A köszönet a FEPSZ-nek is jár, legalább azért, mert két barátommal, Flex Zoltánnal és Kocsis Andrással létrehoztuk a Progress Alapítványt. A Progress Alapítványban a FEPSZ nevéből a progresszív jelző visszaköszön, ez a szólító szava a nemzetközi baloldalnak. Alapítványunk a maga szerény eszközeivel a baloldal közéleti szereplését kívánja támogatni, főleg a fiatalokon keresztül. Tavaly megjelentettünk egy könyvet, egy baloldali manifesztumot, főleg fiatalok részvételével, és átadtunk 5 díjat fiatal kutatóknak. Idén elindítottunk 2 projektet, a civilek hatalmát és a baloldal új jövőjéről szóló projektet sok-sok érdekes eseménnyel egybekötve. Azt reméljük, hogy velünk együtt és rajtunk kívül is sok barátunk szintén észreveszi, hogy tavaszodik. Ez a könyv a baloldal manifestuma, és hoztam belőle egy példányt az Itának. Tudom, hogy ismeri és látta már, de külön öröm számára, hogy valaki a családból szintén hozzájárult.
Köszönöm.